Az új intézmény célja, hogy segítse a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését. A büntetések végrehajtásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint azok, akik legfeljebb 5 éves fogház vagy börtönbüntetést kaptak, és először kerültek összeütközésbe a törvénnyel, büntetés végrehajtási intézeten kívül, kijelölt ingatlanban, akár a saját otthonukban is tölthetik büntetésük utolsó hónapjait, de legfeljebb fél évet. A reintegrációs őrizet alatti időre elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazását írja elő a törvény. A jogszabály szigorú feltételeket szab, nem kerülhet reintegrációs őrizetbe az, akit személy elleni erőszak, például emberölés, testi sértés, szexuális erőszak, rablás, zsarolás, önbíráskodás miatt ítéltek el. Van még egy szigorú feltétel, hogy abban az esetben lehetséges, hogyha 1 év a szabadságvesztés és abból 3 hónapot már leült, vagy hogyha 1 évnél hosszabb, akkor 6 hónapot minimum azért a BV intézetben kell tölteni. A reintegrációs őrizet elrendelését a büntetés végrehajtási intézet indítványozhatja, illetve egyszer kérheti az elítélt vagy annak védője. A döntést a büntetés végrehajtási bíró hozza meg. Ha az elítélt megszegi a reintegrációs őrizet szabályait, akkor visszakerül a börtönbe.